Sziasztok! Június második fele a bakoknak. Különleges a június második fele, mert egy csodálatos bolygóvonat érkezik. Több mint 1000 éve volt ilyen esemény, és most akár szabad szemmel is láthatóak lesznek a bolygók a hajnali órákban. Na nézzük, június második fele pozitívum. Pozitív események. Oly, de jó, rögtön egy ász, kardok ásza, az erő. És a hetes, a kardok hetese, ugye ez akár tolvajok is lehetnek, akár energiavámpirok is lehetnek, tehát ilyen rossz akarók. És a lényeg, hogy ezzel az ásszal le fogjátok tudni győzni ezeket a rossz embereket. Véget vetni egy vitának, egy harcnak. Tehát az a kard a kezetekben lesz. Hát az maga az erő. Ez egy csodálatos kezdés, egy erős kezdés. És a folytatás is csodálatos, mert a kilences, és ez az érmi kilencese, ez a bőség, ez maga a pénz, a jólét. Tehát elérni azt a színvonalat. Kettő darab kilences, és a botok kilencese. Jaj, de csodálatos. A kilences az mindig azt mutatja, hogy már elértétek a célt. És ez pénzzel kapcsolatos. Még egy pozitívum. Pozitívum, kettes, botok kettese, választás akár is lehet, és még egy kettes, kettő darab kettes. Az egyik a botok kettese, a másik a kelyhek kettese. Tehát itt lehet egy új szenvedélyes szerelem, szerelem első látásra is lehet, vagy lehet itt egy nagyon jó szerződéskötés is. Amikor a két oldal ugyanazt akarja. Ezek nagyon fontos kártyák. Nézzünk negatívumot. Figyelmeztetést. Negatívum. Valakinek figyelmeztetés. Így van. Tehát a lovag, a kelyhek lovagja, ő nagyon jó szerető. Szerelem, ez is csodálatos, üzenet, ez is csodálatos. Viszont a hetes, az érmék hetese, ugye ez pénzt mutat, befektetések. Na most, ez a lovag, ez nagyon jó szerelmi partner, de nagyon rossz üzleti partner. Úgyhogy figyeljünk oda a pénzükre. Jó? Tehát pénzzel kapcsolatos, üzleti partner. Tehát figyeljünk oda, mert tehát a kelyhek, ő lehet vízjegyű legtöbbször. Rák, halak, skorpió. Jó? Tehát egy ilyen személlyel üzletet nem érdemes kötni, mert nem megbízható. Ez egy fontos figyelmeztetés. Még egy negatívum. Király. Botok királya. És jön a négyes. A kelyhek négyese. Szomorúság, csalódás. És ezt a csalódást egy ilyen király hozhatja. A botok királya legtöbb esetben tűzjegyű oroszlán, vagy nyilas, vagy esetleg kos. Még egy figyelmeztetés, nagy árkánum a főpapnő, bizony titok van a háttérben, és még egy nagy árkánum, a feltámadás, jogi ügyek, bírósági ügyek is ide tartoznak, tehát a háttérben van még egy titok, és ez itt a negatívumra jött ki, oda kell figyelni. Tanács. Mit tanácsol az aranytarot? Királynő, botok királynője,
tüzes nő, érdemes hallgatni rá, érdemes tőle tanácsot kérni. Esetleg egy ilyen királynő segíteni fog. Legtöbb esetben ő is tüzes jegyű. Tehát nyilas, oroszlán vagy kos. Jó? Hallgatni kell rá. Vagy még az a tanács is lehet, hogy ilyennek kell lenni, egyszerűen bátornak és tüzesnek. És ez a kártya, ez nagyon jó üzletasszonyt mutat. Jó? Tehát okosan a pénzügyekkel is. Okosan. Tehát, ha pénzügyekről van szó, akkor nem ehhez a kejhek lovagjához kell fordulni, aki vízjegyű legtöbb esetben, hanem egy ilyen eszes, tüzes királynőhöz. Ő jó tanácsot tud adni. És segíteni tud. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!